Hat zebra szökött meg Sopronban a Magyar Nemzeti Cirkuszból, és miután a nézelődők közül többen is utánuk mentek, megijedtek és kifutottak a közeli útra az autók közé. A cirkusz igazgatója azt mondta, az állatok akkor tudtak kiszökni, amikor a gondozójuk etette őket és nem zárta be maga mögött a rácsot. Ezt a videót akkor készítették, amikor a zebrák az autók között vágtattak Sopronban. Jól látszik, hogy többen is futottak utánuk, de szerencsére a riadt állatok nem okoztak komoly gondot. A cirkusz igazgatója szerint ezek a zebrák szelíd állatok, de attól, hogy kergették őket, megriadtak. Annyi történt, hogy az egyik állatápolónk egy kicsit figyelmetlen volt. Az új jeledet, amikor hozta itt a kis ajtón, hogy betolta, mellette az állatok egy kicsit kislicoltak, és hát így elmentek. Viszont itt rengeteg néző volt, akik az állatok fele elkezdtek haladni, és ezáltal az állatok megijedtek, és elkezdtek szaladni. Viszont utána megnyugodtak, utánuk mentem, és követtek engem vissza, és visszajöttek ide kifutójukba. A nagy kalandban szerencsére sem a zebrák, sem az úton közlekedők nem sérültek meg. A környéken gyakran állítanak sátrat a cirkuszosok, nem ez volt az első eset, hogy elszöktek az állatok a kifutóból. Olyan kerítést csináljanak, hogy ne vágják át. Szökött ma más is itt a zebra. Mi volt még? Még valami elment. Igen. Majdnem minden cirkuszból valami állat elszökik. Egy ide ment fel. Hol van? Ott van. Ott van ezért valahol. Oda az udvarba ment be, abba az üzletnek az udvarába. Volt, aki azt mesélte, hogy már láttak a cirkuszok idején struccot és tevét is szabadon kóborolni. Ez a mostani soproni kaland szerencsés véget ért. A riadt állatokat rövid időn belül sikerült befogni és a helyükre visszavinni.